Sok fiatal vállalt intenzív nyelvtanfolyamot a nyárra. Főiskolások, egyetemisták igyekeznek kihasználni a szünidőt, hogy időben megszerezzék a nyelvvizsgát a diplomához, vagy hogy megkönnyítsék a dolgukat a külföldi munkavállaláshoz. Azt gondolom, hogy a német nyelvnél tapasztalható inkább a munkavállalással kapcsolatos motiváció. Angolon többnyire a nyelvvizsga, ami hát most 80%-ban általában arra készülnek. Német nyelven inkább úgy érzem, hogy sokan mondják, hogy nem kell a papír, nem kell nyelvvizsga, csak egy jó kommunikációs szintet szeretnének elérni, és valóban munkavállalás a cél. Aki a diplomájával itthon akar elhelyezkedni, annak is fontos a nyelvismeret. Akár a hazai munkavállalásnál is elő lehet a felsőfokú nyelvtudás, főleg a kutatói területen, a publikálások terén, de természetesen megfordult a fejemben az is, hogy külföldön vállaljak munkát. Nem csak a diplomához, mert a későbbiekben a munkavállaláshoz is nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan nyelvtudással rendelkezzen az ember, amely a mai világban ugye a munkaerőpiacon is eredményesen tudja hozzásegíteni az embert. Van, akinek konkrét tervei vannak az idegen nyelvtudással, ezért végezel 30 órás úgynevezett szuperintenzív tanfolyamot 2 hét alatt. Nekem a végzettségem miatt ez nagyon fontos, mert ugye én vendéglátásban helyezkedek majd el, és gondoltam arra is, hogy egy világjáró hajóra elmennék, mint szakácspincér valami, és akkor ez feltétlenül fontos, az angol nyelvtudás. A nyarat intenzív angol vagy német nyelvtanulással töltő fiatalok közül sokan már augusztusban nyelvvizsgáznak.